Der DDR ausgenannt, ja, das war eine sowjetische Besatzungszone. Und West-Berlin gab es drei alliierten Staaten, also französischer Sektor. Sajnos én angolos vagyok, de ha németes lennék, akkor természetesen igen, bemertem volna vállalni egy ilyen 26 órás órát. A keddi napon egyikük se jött be, éppen azért, hogy minél pihentebbek legyenek, hogy végig bírják ezt az időtartamot. Ide nézek, 2 óra 15 perc van hátra, innen már nem engedek ki senkit. Tehát mindenki talpon maradt, úgyhogy nincs visszaút, csak a győzelem. A 26 óra 13 témára volt felosztva, ilyen téma volt például az Oktoberfest, a zene volt a legjobb, illetve még a Forma 1, ami jó volt. A feladatom az volt, hogy minden témához kellett rajzolnom valamit, ez volt a Forma 1. Figyelj! NSK ünnepek. 45 percben inkább az írásbeli dolgokra kell koncentrálni, itt meg rengeteget lehetett, vagy volt rám út, hogy beszéljenek. Kis előadásokat tartottak, tehát rengeteg prezentáció volt, és beszéltek 2 óra hosszán keresztül. Azért az nagyon kemény, az több hónap német órája alatt se tudják megvalósítani. Bocsánat, iskolában jött, nem illik így beszélni, baromi büszke vagyok mindenkire. Rohadt büszke vagyok. De igazából szerintem fel se fogtuk, hogy ezt megcsináltuk, úgyhogy hát furcsa. Én azt sem tudom, hogy hol vagyok jelen pillanatban, szóval. Abszolút örülünk, de most szerintem inkább annak egyébként, hogy végre lesz, mert az a 26 óra azért elég hosszú volt. Reggel ilyen 6 óra körül volt, amikor azt mondom, hogy jó, én itt hagyok mindent, mert akkor már minden bajom volt. Az egyik ismerősöm nem ír, akkor el is alszok igazából. Akkor rezgett a telefonom. Olyan kényelmesen feküdtem, hogy egyszerűen muszáj volt. Lecsuktam a szemet, és már azt sem tudtam, hogy mit csinálok. Holnap nincs kettve felelünk, amelyik hiányozik, mert annak vége. Mi vagyunk a legrosszabb osztály kb. Minden téren az iskolába, hát most valamit alkottunk. Az utolsó jegyző lehettem ezen a szép napon. Ha jól tudom, akkor 2, illetve 4 óránként váltottuk egymást. És nagyon-nagyon büszkék a tanáron, mert szerintem az volt a legnehezebb, hogy az érdeklődés fenntartsa 26 órán keresztül. Nagyon sok új szó ragadt meg, a nyelvtant is gyakoroltuk többek közt, úgyhogy mindenképp hasznos volt. Most én annak örülnék, ha már most tartanak még egy ilyet. Na, én szeretem a németet. Megcsináltuk, mert fölbiztattak, tényleg jó buli volt, rengeteg időnk ráment, több hónap munkája. Benne kell lenni az ilyenekben. Szerintem erre ők a gyerekek. Egyáltalán nem bántam meg, de nem biztos, hogy bevállalnám újra. Ezért éreztem, hogy minden rendben volt, és a Guinness-rekord sikerült. Wir haben geschafft. Megcsináltuk.